Nagyon szépen köszönöm. Szekszárd polgármestere, alpolgármestere és jegyzője köszöntötte az éppen 30 évvel ezelőtt megalakult helyi humánszolgáltató központ vezetőjét. Néhány perccel később pedig a Városháza dísztermében az intézmény valamennyi dolgozója együtt ünnepelt. A humánszolgáltatónak jelenleg 62 munkatársa van. Ők a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban, a Gyermekvédelmi Szolgálatnál és pszichológiai szolgáltatókként dolgoznak. De ők felelnek a hajléktalan ellátásért is. Toláczyné Varga Zsuzsanna, az intézmény vezetője azt mondja, a szekszárdi önkormányzatra mindig számíthatnak. Mindig partner volt a fenntartó ebben. Városi szinten, illetve a társulás tekintetében is, hiszen bennünket már a társulás tart fenn, tehát hogy azt érzem, hogy itt mindig egyszerűbb. Országosan már sokkal nehezebb. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere az ünnepségen arról beszélt, hogy a szolgáltató munkatársai felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek napról napra. A 30 év távlatában folyamatosan kellett alkalmazkodni a kihívásokhoz, és úgy ítéljük meg, és úgy láttuk, hát természetesen az elődeink tapasztalata és elmondása alapján is, hogy mindig helytálltak és mindig a feladat magaslatán voltak. A humánszolgáltató jelenleg a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban elérhető. A Vörösmarty utcai épületet ugyanis hamarosan felújítják.